A magyar folyamán hétfőn elfogadásra került a szlovákiai magyarok lakdokumentuma, melyet a kongresszusok után hitelesített kézjegyével az MKP, a HÍV és a kerekasztal vezetője is. Feltehetjük persze azt a kérdést, hogy mire jó ez a dokumentum, és hogy mit segít a szlovákiai magyarságon. A válasz nem ennyire egyszerű, lehetősen bonyolult, de összefoglalóképpen elmondhatjuk, hogy ez a dokumentum egy olyan dokumentum, ami rendkívül hasznos lesz az irányultság tervezése szempontjából. A következő évekre, a következő évtizedekre is akár. Mindenféleképpen egy történelmi jelentőségű iratról van szó, hiszen amióta a pártszakadás megtörtént, először került sor arra, hogy a két párt találkozott egymással, leült egy asztalhoz tárgyalni, és még közös nevezőre is tudtak jutni pár olyan kérdésben, amelyek terén korábban sokszor nem az érvekről, hanem a személyeskedésről szólt a vita. Ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni, szerettük volna javítani a politikai diszkuszió légkörét, és éppen ezért az alapdokumentum, az benne lefektetett közös elvek nagyon fontos eszköz lehet annak, hogy valóban érdemben is másról, érdemi dolgokról, olyan dolgokról szóljon a politika, amelyek a szlovákiai magyar közösséget érintik. És ne feltétlenül a személyes ellentétekről, és ne feltétlenül a pártok sokszor mögöttes értelem nélküli szembenállásáról. Tudni kell az alapdokumentummal kapcsolatban, hogy mi az, amit elvárhatunk tőle, és mi az, amit nem várhatunk el tőle. Az alapdokumentummal kapcsolatban elvárhatjuk többek között azt, hogy össze vannak gyűjtve azok a legfontosabb célkitűzések, tényezők, azok az eszközök, amelyek a szlovákiai magyarságon segíthetnek. Ezek az eszközök egy fokkal részletesebben meg is vannak nevezve. Ezekkel az eszközökkel kapcsolatban a dokumentumban sok helyütt szerepel az, hogy miként kellene őket alkalmazni ahhoz, hogy a szlovákiai magyarság státusza javuljon. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az alapdokumentum nem egy varázsszer. Nem egy csodadokumentum, melynek az elfogadása után a helyzetünk változik. A legfontosabb az, hogy az abban rögzítetteket a pártok ne csak szóban tartsák be, hanem tetteikben is. És ebben az esetben elmondhatjuk, hogy a szlovákiai magyarság számára ez a dokumentum valóban hasznos volt, és valóban úgymond kikövezi az utat egy olyan társadalom felé, amelyben egyszerűen szlovákiai magyarként jó élni. Hát szerintem először is meg kellett érteni a háromfélnek az egymás gondolkodás módját. Az, hogy valakinek más a véleménye, az nem azt jelenti, hogy esetleg rosszat akar. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik legfontosabb dolog. Az első két-három ilyen egyeztető találkozás után ez végül is sikerült. Ezért sikerült a dokumentumot úgy elfogadni, hogy az mind a három félnek megfelel. Hát szerintem ez egyfajta minimum, ami olyan mantineleket ad a három félnek, de nevezhetjük el a két pártot, amelynek a keretén belül mozognia kell, tehát ez alá nem mehet. A szó volt arról, hogy esetleg lehetne azután dolgozni többek között mondjuk a apró pénzzel váltásán a dokumentumnak törvénytervezetek. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az MKP részéről ez árulózás, meg különféle ellenségeskedés az maradjon ott távolabb, ettől felettől hagyják abba, nevezhetni mi is. Mert az egyik oldalon nem lehet az, hogy árulónak néznek, nem engedik például az embereinket koszorúzásokra, legyen az akár március 15 vagy augusztus 20, másik oldalon meg közös tervezeteket dolgozunk ki. Tehát itt egyfajta közeledés is ez lehetővé tesz, mennyiben mindkét fél így gondolja. Mi részünkről a politikai akaratnak van? Egy elég komoly leltárt fogalmaztunk meg Dióhéjban természetesen, hogy mi az, amire a rendkívül negatív népszámlálási adatok tükrében szükségesnek tartjuk, hogy mondjunk valamit, és mik azok, amikben elvárnánk azt, hogy a szlovák fél erre reagáljon és mondjon valamit, és tárgyaljon velünk, és lehetőleg aztán módosuljanak is azok, amiket leírtunk a dokumentumban. Előbb úgy fogalmaztam, hogy eddig külön-külön kiabáltunk, most hárman kiáltottunk egyet. Reméljük, hogy ez a kiáltás messzebb is elhangzik, mint hogyha külön-külön kiabálnánk, vagy kiáltottunk volna korábban. Ezért gondolom azt, hogy természetesen elsődlegesen tájékoztatjuk el a polgármestereinket, megyei képviselőket és európai parlamenti képviselőket és nemzetközi partnereinket, hogy egy ilyen dokumentum megszületett. És meg kell várni igazán a szlovák reakciókat, és annak megfelelően tudunk tovább lépni. Előbb azt a kérdést kaptam, hogy mi van akkor, ha a Ficóik nem reagálnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül 3,5 év alatt kell és lehet ezeket a dolgokat megoldani, és biztos nem lehet. Tehát amennyiben most egy erőt gyűjtünk, a közösségeknek hitet adunk, hogy vannak dolgok, hogy össze tudunk fogni, akkor lehet, hogy 3,5 év múlva az eredmény más lesz,
és egy más politikai környezetben könnyebben tovább tudunk lépni.